Sziasztok, én Dév vagyok, ez itt az Anime Szurdok, és folytatjuk, ahol abba hagytuk. Kezdjük egy ninja egzámmal, és utána pedig ráfekszünk arra, hogy összegyűjtsük a papírpénzt, amiből meg tudjuk alapítani a saját klánunkat, az Anime Szurdokot. Bemelegítésként indítsunk, nézzük meg, milyen támadásokra váltottuk az előző részben a talentet. Hoppá, ez nagyon odavágott. Kardot tudunk. Jött egy kis tűz. Egyre erősebbek vagyunk, ez így jó, így helyes. Return. Kétezret kaptunk. Már lesz team küldetés. Tök jó, ez is bejött. És ahol mi ezt csinálhattuk, ugye itt, hogyha bejövünk ide, a Samurai Thief, ez lesz a következőnek a neve. Viszont az Elite Incense-ből jöjjön Ino legyőzése. Inóra kezdjük az első támadásunkat. Ehhez képest nem rámen. Picit lagolunk. Nem is értem miért, de mindjárt utána nézünk. Le is ütöttük. Kapunk újra 10 darab Naruto. És egyébként Inót akkor kapjuk meg, hogyha háromszor lenyomjuk. Azt láthattátok ott, hogy 2/3, de ezt mindjárt bemutatom. 20-as lett a csapatom. Kész a napi alküldetés. Tehát ugye itt láthatjátok, hogy 2/3, azaz, hogyha még többször legyőzöm, akkor végén őt is kapjuk. Candybe lesz, ahol fogom csinálni, mert mondjuk homok nincsákat hamarabb össze szeretném gyűjteni, mint őket, de most üssük le csódjékat. Mellé nem, nem tudom, hogy miért. Megint Inónál vagyunk. Visszatöltöttük, úgyhogy nem lehet el az sokan. Kivétel az ütés. Két ajándékunk, 10 darab Naruto. És egy zsömle. Elvileg Narutohoz meg is lett a kellő candy, hogy tovább tudjuk úgymond evolválni. Így van. 25 kellett hozzá, és most meg lett a 30, úgyhogy most egy kicsit feljebb nő a szinten. És most már lehet upgrade-olni is. Ha ide megyünk. És majd lehet, most még úgy látom, nem. De legalább ez is megvan.
Igen. 20-as szinten megkaptuk Sinót. És 1500 powernél megkapjuk Hinatát. Csak úgy jönnek a ninják, jönnek a ninják. Beregisztráljuk Hinatát. Watashi ni datte yareru-n dakara. Adunk neki egy ráment. Meg egy zsömlét. Aztán beregisztráljuk Sinót. お前がどんなにちんけな虫であっても舐めたりはしない。 Ő is kap egy ráment. Meg egy zsömlét. 全力でいく。 Sőt, Tamarinak is adunk egy zsömlét. これは生き返るね。 És be is hozzuk őket a teambe, legalábbis Hinatát biztosan. Nagyon szeretem. Jöhet Sinó is. És... Temari egyelőre. Na, de ő is jöjjön be. Nézzük meg Hinata kivel tudna kombozni. Tudna a fiúkkal. Egyelőre lehet, hogy megnézzük, hogy mi történik, hogyha Hinatát behozzuk Sasuke helyére. Oké, gyűlik az a money. Csináljunk egy ninja examot. Ugye, mint láthatjátok, a nagyobb Naruto már több dolgot csinál. Jó, lefogták Hinatát, pedig be akartam mutatni a Byakugan-jának a gyöszöját. Oké. És marad a szemben az esőség. Még egy. Akkor üzzük. Azt hiszem Naruto-t előre fogom tenni egyel, majd oldalra a Hinatát még kitalálom. Itt a Hinata nem jó ötleg elő. Jó. Ilyen kis védőt húzhatok maga felé. Ez az. Ez is teljesítve. És ez is. Meg tudnánk csak vásárolni Garát. Server opening, így van, ez is meg lett. Ilyen aktív. Aha. Van a power up.
hogyha minél több mindent használunk, hát akkor használjuk is. Upgrade. Így. Ide tesszük. Egy life-ot ide. Még egy life. Úgyhogy nagyon szépen felvittük az életét. Jöhet Naruto, neki is adjunk egyet. Oké. Nézzük meg, hogy még milyeneket kaptunk. Ide is jön egy. Úgy látom, ezeket nem kaptunk, de ebből rengeteget. Egy, kettő, három, és még ide is tudjunk egyet. Négy, ezt föl is erősítjük, és aztán upgrade-oljuk. Power-t. És innen folytatjuk hamarosan. Egy rövid leállás után újra folytatjuk, de ez még valószínűleg ugyanaz a rész. Így most már le tudjuk venni ezt az ajándékot is. Picit lejjebb veszek a hangerőből. És megnézzük a klán alapítást, ugyanis már 75 pénzt összeszedtünk. 120 kell, akkor még kell egy picike. De vajon hogy szerezhetjük azt meg nagyon könnyen? Nem biztos, hogy ninja examokkal. Itt semmi nem ad pénzt, mármint olyat. Nem. Hát akkor csináljuk meg a samurái. Tífet. Hú, itt sok ellenfél van, azt már látom. Kezdjük velük. Ugye betettük Hinatát. Oké, egyet le is barát. Úgy látom, ezeknek a védelme nem túl nagy. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy írtó kicsit. Királyság. Na gyerünk. Ez az pontos ütés, és ugye Naruto pedig most már Rasengan tud használni. Itt amúgy van valami, hát a tovább menetel. Itt pedig fönt van ugye az extra rész, ezt én mindig szeretem és várom. Kikkel kell vajon most megküzdeni? A hídőrzők, legalábbis híd ellen küldött banditák. Ők erősek voltak az animében egyébként. Jó. Jó, hogy csak klón tudod szerencsére. Ez az. Sok kritikának nagy eleje van. Rasengan. És K.O. Hát ez egyszerű volt. Oké, nézzünk szét. Aha.
férfi és egy női játékos. Közben pedig teázom, mert még 100%-osan nem vagyok jól, de azért gyógyulok. Hullanak, mint a legyen. Hát ezzel le is terítette. A Rasengan ez egy erős támadás. Ha láttátok az animét, akkor ti is tudjátok. Nem tudom, el kellett volna mennünk oldalra, hogy lett volna ott valami. Nézzünk el először, mert nem szeretném azt, hogy újra kelljen csinálni a küldetést. Így inkább körbefutunk. Mert hát ugye itt rengeteg felé el tudunk jönni. Itt tuti, hogy lesz egy kincses láda. Vagy nem? Pénz. Az is jó. És akkor, ott nem is tudjuk megtámadni. Tehát muszáj körbe menni, mert ott egy szikla állja az utunkat. Hát akkor támadjuk is meg. Falai és a szamurájok. Oké, a klónokat ütötték le, az nekünk csak jó. Sugo Hanke, 64! Ezt félre mondtam, Naruto-t akartam rá szemben hozni. De ezt Hinata is befejezte. Könnyedén. Kék bronz és egy piros bronz, ezek fejlesztéshez tuti, hogy nagyon jól jönnek. Itt egy Halloween-es fószer. Tudunk is upgrade-elni egyet. Nézzük meg ezeket az extra cuccokat. Itt most semmi nincs. És adjuk a küldetést. És 25-es szintre léptünk, itt be is jött az aréna. Már nem a pláza. Ez azért lesz fontos, mert itt más emberekkel tudunk játszani, be kell állítani a csapatunkat. Én azt mondom, hogy nézzük meg először ezt a Hinatás csapatot. Jöhet Naruto. És jöhet Sasuke.
De hogy is, na. Sakura. Hát mondjuk Naruto-t tegyük ide. És reméljük így jó lesz. Akkor kezdjük is. Most várunk egy valós ellenfélre. Egy percet, ha nem jön, akkor ezt később mutatom be, de reméljük, hogy lesz ellenfelünk. Itt sokat számít, hogy hova helyezzük a ninját, milyen jutsuk vannak beállítva a fő ninjának, mennyire erősítettük fel a cuccokat, az ellenfél mivel jön. És úgy látom, el is kezdjük az első ilyen harcunkat. Húha! Már egyből el is kezdte az ütést. Igen, itt mindenki level 100, és ez egy fontos dolog. Azt hiszem, a Lee-vel is kezdhetünk. Hú! Lee, Hinata és úgy látom Taijutsu az jó. Az kemény. Hajrá, fiú, pláne. Rasengan. Utána gyógyítunk egyet, mert a vezérünket megjelítjük. Ajjajjaj. Uha. Lefogtak. Na most, ha mindegyikkel vezér támadja, bajba vagyunk. Igen. Ne. Oh, ezt a kombót. Na ezért számít sokat a kombó is. Gyorsan gyógyítsunk. És elvette a gyógyítást, és lecsapta a vezérünket. Ez igen. Na, ő jól rakta össze a csapatát nagyon. Hát, bajba vagyunk, gyerekek. Az első meccsünk lehet, hogy vereség lesz. Nyomjunk egy Rasengan. Hát esélyünk nincs. Lee nagyon erős. Hogyha összekombolt, de ugye neki a fő ninjája is Taijutsus. És elveszi a támadásainkat. K.O. kb. Föl is adnám, ha lehet, de hát nem lehet. Szépítésből talán egyet leütünk. Na, tehát igen. Hát még sokat kell fejlődnünk a játékba. Azt látom. Tehát még második napja játszunk, tehát igazából nem még hova. Levittük neki is. És már csak kihaltam el. Itt a vége. Hát Lee, ezt Lee vitte ezt a párbajt. Kikaptunk, gyerekek, az első az egy vereség. De gratulálunk neki. Igen. Hozzuk be Sasuke-t.
Nézzük meg a régi kombót. Majd maradott. Na, Narutót szeretném megfogni. Na. Őrd meg ide le. Nézzünk meg még egyet. Reméljük nem újra ez ellen jövünk. De jó lenne egyet nyerni. Nektek hogy sikerült az első PvP harcotok itt, az arénában? Írjátok meg kommentben. Na, vajon összejön a második, vagy nem? Várunk még egy percet. Hát ez sajnos ilyen időigényes, mert ugye akkor sorsol össze valakivel, ha éppen ugyanabban az időben klikkel rá, hogy harcolni szeretne, mint amikor mi várakozunk. Majd kiderül, megéri a várakozás. Na jó, menjünk tovább. Hú, itt közben a sztori is megy, bejött a Chase Trial is. Ez is bejött, de most nem futunk el. Hol a Chase Trial? Itt van. A Trial, itt kell 4 kombot bemutatni, szerintem ez menni fog. Nézzük meg. Különböző feladatokat kapunk, ilyen alkérdetésszerűen. Nem le kell győznünk, hanem bemutatni a 4-es kombónkat. Orochimaru. De ott lehet, hogy Sasuke-t itt le kell tenni. Kettes kombó le. Feladtuk. Tegyük be Sasuke-t. És így nézzük meg ezt a feladatot. Na, gyerünk. Kettő, három, négy. Azt hiszem a küldetés ezzel teljesítve is lett. 10-es kombó, így van. Király, ezeken amúgy lehet gyakorolni és edzeni. És akkor meg is kaptam. Most már 6-os kombót kell bemutatni. De elvileg ez 10-es, úgyhogy akkor ezt is megcsináljuk. Egyre nagyobb összegű pénznyereményért. Ugyanúgy. Ja, ez attól nem számított bele. Értem. Ez már itt csak
csak kettes kombó lehet, úgyhogy ez sikertelen. Na, ide majd később még visszajövünk, nézzük mi a második chase küldetés. Lighting ninja, nekünk elvileg lerakjuk. Ugye a vezérünk egy lighting ninja, úgyhogy hát ha ez működni fog. A villám típusú ninjával vagyunk. Majd ezekre is gondolkozunk, hogy miként meg hogyan lehetne megcsinálgatni. Konoha ninja. Na jó. Nézzünk tovább. Nézzünk be a Hot Topics-ba. Dobni nem tudunk még. Hát nem. Ez sincs. Lenne cinkünk, ez már van 8, de ez nem értem mire jó. Aha. Hát nem tudom, most ezt kivesszük újra. Refresh-elünk. Hát jó. Ez most 0. És itt se értük még el. Ezt leadjuk. Itt jön majd a harc a hídon. Itt menjünk egyel tovább. Nézzük meg Kibáékat. Kibáról addig még nem esett szóidon is. Még csak Hinatát szereztük meg, meg Shinót, de ő a harmadik tagja ennek a csapatnak. És és vége. Ja nem, még egy hajszállal túlélte. Kiba is egyébként erős a játékban. Későbbiekben nagy Kiba nagyon erős lesz. Mit kapunk? Naruto után úgy látszik, hogy kaptunk egy Kibát. És 10 Sasuke-t, Sakurát mindig összefoglalom. Úgy látszik most itt a Sakura lesz felerősítve, ezt én nem bánom. Egy gyógy ninja az legyen is erős. Jöhet Shino és a bogarak. Sinót szétcsaptuk rendesen. Ha
halálnak szegény szalakúra. Szalszukúra. Megint ezt sem van. Hoppá. Káu. Sakura. És egy kombi. Nem is ezt akartam nyomni, hanem ezt a napi cuccost. Kicsit húzunk ezeken is. Fogy a lóvé. Ő is elfogyott, majd még szereznünk kell. Még három ninja exem kell. És a havi az hogy áll? Ninja exem kell ehhez is. Többivel meg még nem tudtunk nagyon haladni. Akkor csináljunk zárásként még egy ninja examot. A 8. ninja exem következik. Hoppa. Annak is annyi, nagyon bekemény, mint ez a nem szívdok. Ja, hát nagy szint különbség is van. Most nézem, hogy 14-es szinten vannak, mint 21-esen. Akkor jöhet a következő. Én a sikacsó. Jó. Oké, már hogy minket itt lefogjon tudatrablással. Utána itt egy sikamaru. Hát már nem. Nagyon jó kombózik ez a 4-es. Nem véletlen erős a 7-es csapat. Hoppá, lefogta Naruto. Hú, 3 az is kaptam, mert ez volt a 10-es. Mehetünk tovább. Majdnem egyből. Visszagyógyított a magát. Kettő kiírva. Ez kiírta. És megvan. És a részt ezzel zárjuk, hogy még egyet megcsinálunk. Aztán, ha ez elfogy majd, akkor nehéz lesz, akkor új dolgokat kell kitalálni. De egyelőre ez nekem nagyon tetszik, remélem nektek is. Ezt szeretem egyébként ebben a játékban, annyi alkuldatás és meg minden van, hogy el lehet vele félteni az időt.
És aki szereti a Narutót, szerintem annak az egy fény eremény. Hoppá, visszagyődítette. A klón titi az nem van. Tűz! Vége! És akkor jöjjünk a returnre. Eljutottunk idáig. Ezeket közben felvesszük. 2000, még 2000, 5000, megint 5000. Közben ez is elkészült. 22-es szintre léptünk, és bejött a World Boss. Ezt kivesszük. Hoppá, Server Opening. Ó, igen, mert megvett az első 10 Ninja Exam. Ez már volt. Ide jött valami? Nem. Itt van egy felkiáltó jelen, de mire? Ó, kész az első ilyen békás cuccunk. És hova jött a World Boss? Még most nem látom. Na most már lett pénzünk befejezni azt, amit elkezdtünk. Hát mondjuk látom, többet fogunk itt költeni, mint amit gondoltam. Na, erősítsük a csapatot hadcsével. Ezt ide tesszük. Kapott life-ot. Kapjon egy ilyet is. Ó, van itt mindenből. Védelmet is gyúrjuk. És tényleg mindenből lesz, hogyha még a gyűrűnél is lesz. Ezt ide húzzuk. Tessék, ebből három is van. Nagyon jó. És húzzuk ide. Így a powerünk felment 1768-ra. Hú, de sok minden történt ma. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, tartsatok velem a következő részben, és addig is minden jót nektek. Sziasztok!